Folyamatosan zajlanak a fejlesztések Dalmandon. Jelenleg a Kossuth utca teljes járdafelületének helyreállításán dolgozik a kivitelező. A beruházás költségének csak egy része pályázati támogatás. Az önkormányzat saját forrásból is finanszírozza a rekonstrukciót. A Magyar Falu program keretén belül nyertünk 5 millió forint anyagköltséget a Kossuth utcánkba a járdára. Ez az anyagköltség az utca járdájának felére volt elegendő. Leültünk a testülettel, osztottunk, szoroztunk, és azt gondoltuk, hogy a kivitelezővel az egész Kossuth utcába megcsináltatjuk a járdát. Az anyag a járda másik feléhez is már megvan, a kivitelezés pedig folyamatban. Szintén saját költségvetésből cserélték ki az utcanévtáblákat Dalmand egész területén, tette hozzá a polgármester. Az utca névtábláink elavultak, olvashatatlanná váltak, megkoptak. Mivel Alsóleperd, Újdalmand, Vörösegyháza házszámot kapott, ezért azt gondoltuk, hogy akkor nem csak a külterületekre, hanem Dalmandra is új névtáblákat teszünk. Fel is kerültek az új táblák, mind a Kossuth, egész Dalmand területére. Alsóleperd, Újdalmand, Vörösegyháza jövő héten kapja meg az utca tábláit. Ugyanakkor saját költségből finanszíroztunk Újdalmandra játszóteret az ott élő gyerekek számára, hiszen Újdalmandon is sok kisgyerekes család él. Önköltségen, mivel a dalmandi játszótérre megnyertük az 5 millió forintos pályázatot szintén a Magyar Falu program keretén belül, azt gondoltuk, hogy külterületen is kell, hogy legyen játszóterük a gyerekeknek. Ezt meg is valósítottuk. Önköltségen sajnos egy csúszdára, homokozóra, bébihintára, egy laphintára jutott lehetőségünk, egy rugós játékot kaptak a gyerekek, és folyamatban van még a libikókának a kiszállítása. Alsóleperden azt gondolom, hogy régi volt a hinta, és nem rendelkezett tanúsítvánnyal, emiatt oda is egy tanúsítvánnyal ellátott laphintát és bébihintát szereltünk fel a biztonságos játék érdekében. A faluban lévő játszótérhez ugyanakkor kamerát kellett felszerelni. Nem mindenki használja ugyanis rendeltetésszerűen az ott lévő játékokat. A dalmandi játszóterünk elkészült, vadkamerát rendeltünk, sajnos nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, mert gyöngykavicssal van ellátva a csúszda alja, és bizony a nagyobb gyerekek, akik már nem odavalók lennének, ők nem vigyáznak a játszóterünkre, és ezért azt gondoltuk, hogy vadkamerával igenis meg tudjuk figyelni, hogy ki az, aki rongálja a játszótéren a játékokat, és nem megfelelően használja. Az önkormányzat már régóta tervezte az alsóleperdi busz megálló kivilágítását, ez szintén megvalósult a közelmúltban. Kandelábereket helyeztek ki, amelyek jól bevilágítják a területet. Önköltségen a kandelláberrel olyan szintű világítást tudunk biztosítani a reggel és késő este utazóknak, hogy nagyon szép és bevilágítja az egész úttestet. Ugyanilyen problémánk volt Dalmandon a Dózsa téren. Itt is kandelláberrel oldottuk meg a Dózsa tér végénél a világítást. Sikerült pályázati forrást nyerni egy új tanyagonnoki busz beszerzésére is. A tanyagonnoki busz külterületről, Alsóleperdről is és Újdalmandról is már kettőt kell, hogy forduljon. Köszönve ezt annak, hogy egyre több a kisgyerek létszámunk, egyre több a gyermekünk, és heti szinten szerelésre szorult ez a busz, ami azt jelentette, hogy az önkormányzatnak bérleti díjat is kellett fizetni, plusz a busz javítását is. Nagyon-nagyon örülünk neki, és reméljük, hogy tavasszal már mindenki az új tanyagonnoki buszban tudja elkezdeni az iskolát és az óvodát, és az idősek azzal jönnek az orvoshoz. Az önkormányzat előtti területen pedig az őszbe köszöntével új dekorációt helyeztek el. Ezzel is szeretnének mosolyt és vidámságot csalni az arra járók arcára.